Feljegyzések szerint kezdetben zsidóház volt a Cukor család tulajdonában lévő épület, majd TS irodaként szolgált, később több éven keresztül pékségként működött. Az idővel leromlott állapotú, Napkor központjában lévő épület szomszédságában a római katolikus templom, parókia és a polgármesteri hivatal áll. 2016-ban elnyertek egy vidékfejlesztési program részeként meghirdetett pályázatot. Ennek keretében tetőszerkezet, hideg burkolat, külső-belső nyílászárók cseréje történt meg. Napelemeket, napkollektorokat és hűtő-fűtő klímákat helyeztek el az épületben. Ilyen formán a több célú civil centrum önfenntartó lett. Azt gondoltuk, hogy ami Napkor életében nagyon hiányzik, hogy a 17 és 20 éves korosztályú fiatalokat próbáljuk megfogni, hiszen ők még nem nőttek fel ahhoz, hogy messzebb elmenjenek szórakozni, helyben pedig nincs olyan lehetőség, ahol kultúráltan együtt lehetnek, és ez az épület lehetőséget biztosít arra, hogy alkoholmentesen, egymással beszélgetve, saját programokat kialakítva együtt tölthessék a hétvégét. Az épület csütörtöki átadásával egyidejűleg megemlékeztek a trianoni békeszerződés aláírásáról is, ezért egy székelykaput és egy trianoni keresztet is felállítottak az épület udvarán. Mindkettőt Erdélyben, Szentegyházán készítették. A székelykapu egy elszakított nemzetrésznek a jelképe. Ma itt vagyunk Szabolcsban, valamikor hasonló kapuk sorozata állt minden faluban. Mondhatnánk azt is, hogy ezek voltak a szabolcsi kapuk. Ha megnézzük azoknak a kapuknak a motívumait, vagy a szatmári kapukét, és megnézzük a székelyföldieket, a motívum kincse ugyanaz. Ebből is látszik, hogy együvé tartozunk. Szabolcsiakból kevesebbet látni, hál' Istennek a székelyföldiekből többet. Bárhol járunk a világban, minden magyar ember, ha lát egy székelykaput, tudja, hogy ott magyarok élnek. 99 évvel a trianoni tragédia után a helyi közösségeknek is a helyükre kell kerülni, hangzott el az átadó ünnepségen. Fontos az emlékezés, hogy egy nemzet erejét csak összefogással és hittel lehet tovább emelni. A nagyvárosokban már valahogy a nagy tömegben az emberek egyénisége, személyisége, talán egy kicsit a lelke is beolvad abban a nagy masszában. Itt, ahol mindenki ismeri a másikat. Itt, ahol tudjuk, hogy kinek mi az értékrendje. Itt, ahol tudjuk, hogy ki mit hordoz a lelkében. Az meghatározó. És ha így épül fel az ország, ezekből a kis közösségekből, azt hiszem, akkor volt, van és lesz nemzet megtartó erő. A település kép és közösségi tér fejlesztése felhívás részeként megvalósult épület felújítása tervek szerint igazi közösségformáló erővel bír majd.